Hát, ez valami hiba lehet. De ezt marhára nem tudom eladni. Pedig ez sok pénzt érne, de mindegy. Egy lottó nyertesnek nincs szüksége ilyen kiegészítőkre. Apró pénzre. Szóval, az az igazság, hogy most már nem sok van hátra. Azt hiszem, hogy most elmegyünk. Hopp. Már megint te vagy az. Szállj föl! Oké, indulunk. Tehát... ugyebár... ott tartunk, hogy megvan... jól emlékszem, hogy... van itt egy kristály töredékünk, és van egy másik is, így van. És most a feladat az, hogy egyesítsük őket. Hoppá, mi a baj? Ehhez el kell mennünk Londonba. Mennyi? $800? Fú. Nem olcsóak ezek a járatok. Egy élvezetes repülőút után. Itt van Annie. Ugye Londonban már jártunk, mondjuk nem éppen Londonban van a Stonehenge, de mindegy. A lényeg az, hogy Annie-nek le kell itatni az őrt egyszerűen. Hoppá! Jaj! Szóval a whiskyvel leitatja a biztonsági őrt. Ó, boldogan csatlakozok önhez egy italhoz, ital kedvéért. Fél üveggel később. Hát ez nem volt valami kellemes. A fickó... jaj, ne! A fickó... na. A fickó az teljesen kitört, és mögötte ott van a kapcsoló, amivel... szépen lekapcsoljuk a... elektromosságot. Most pedig Zekkel. Ugye van nálunk egy drótvágó, amivel levágtuk azt a hirdető vackot. Á, itt van, igen. És itt szépen kivágjuk a kerítést. Aha. És szépen oda megyünk a Stonehenge-hez. Aha. Hát, hogy ott mi történik, vagy az ott a hold lenne, vagy... hát igen, vegyük úgy, hogy az a hold. Egy növekvő hold fázisban lehetünk. Oké. Okay. Tehát, amit csinálnunk kell az az, hogy fogjuk a... nem a zsírkétát, hanem... nem is a kék kristályt, hanem a... ó. Tehát feltesszük az oltárra a kristály töredéket, valamint a másikat is. Aha. Aztán a zászlót is, valamint a zászlórudat ide tesszük. És most itt van ez a tekercs. Nem tudom elolvasni, egy furcsa nyelven van írva. Ugye ez az a tekercs, amit a madárral szereztünk meg, még Peruban. És hát mivel ugye ezek nem tudja elolvasni, ezért oda kell adnunk Elinek. Ez a tekercs nagyon régi. Van rajta valami írás. Oké, Zekke egy kicsit hátrébb áll. Így mi? És hát a feladat az, hogy elolvassuk, és lássuk, hogy mi történik. Ez bonyolult. Egy pillanat. Erővel bíró
szavak vannak rajta. Gnixisivle. Hú, a kristály összeolvadt, és a tekercs elégett a kezemben. Hát jó, a lényeg, hogy a kristály megvan. És ugye a sámán mondta nekünk, még Zaire-ben, hogyha megvan a sárga kristály, akkor menjünk el hozzá és megtanít használni. Úgyhogy most oda is fogunk menni. Reméljük az őrnek nem lesz semmilyen baja. Nem rúgják ki. Már én kirúgnám. Szóval szépen elrepülünk ismét. Hát innen nem lehet Zaire-ba repülni. Viszont Nepálból biztosan el tudunk oda repülni, úgyhogy oda fogunk menni. Eközben Annie itt marad és vigyáz az őrre. Egy élvezetes repülőúttal később. Irány, így van, itt van Zaire. Nem olcsó. Viszont már nem kell sokat repülnünk, úgyhogy egy élvezetes repülőúttal később. Irány a dzsungel. Ó, közben olvassuk el az újságokat, már olyan régen néztük. Komoly biztonsági probléma a Stonehenge-nél. Megjárjuk a dzsungelt. Természetesen előtte felvesszük a kedvenc Indiana Jones-os sapkánkat, kalapunkat. És itt is vagyunk. A tűz még azóta is ég. Itt a kis kunyhó. A doktor oda bent van. Hello, hello! Nem tudok segíteni neked, amíg nem hozod el a sárga kristályt. Oké, de hát elhoztam. Tessék, sámán úr. Kitűnő! Megtanítalak, hogy hogyan használt teleportálásra a kristályt. Ilyen teleportáló platformokra tudsz megérkezni. Használd a térképet arra, hogy a célra fókuszálj. Ezt csak te tudod megcsinálni. Viszlát, barátom! Hát... a doktor... nincs bent. Hitelkártyát elfogadnak. Be is zárta a kunyhót. Oké, szóval azt mondta ez a fickó nekünk, hogy használjuk a sárga kristályt, és a térképen lévő célpontra kell fókuszálnunk. Semmi sem történik. Hát igen, ugye ez azért van, mert ez itt az Atlanti-óceán közepe, és ott, ugye amikor a delfinné változtunk, ott láttuk, hogy az a platform el van törve. Szóval először próbáljuk meg ezt itt. Ez úgy néz ki, mintha Seattle környékén lenne. Hát itt sötét van. De hamar rájöhetünk, hogy nem máshol vagyunk, mint a barlangban, ahol ugye megtaláltuk a kék kristályt. Egy pillanat alatt, és most már nem kell fizetnünk az utazásért, legalábbis ahova van platformunk. Nézzük a következő helyet.
Oké, itt is sötét van. De meggyújtjuk szépen a... meggyújtjuk az öngyújtónkat, és láthatjuk, hogy... azt hiszem, hogy itt is voltunk már. Nézzük csak ezt a... furcsa jeleket. Aha, persze. Itt kaptuk meg ugye a... a sárga kristálynak a másik darabját, tehát ugye Mexikóban vagyunk, egészen pontosan. Oké, nézzük a következő állomást. A Maya piramis, így van, aha, a Rainer hegynél lévő barlang, hát ez itt kérdőjel maradt, nézzük meg ezt. Az itt valahol Dél-Amerikában lehet. Hát igen, micsoda meglepetés, ugye itt vagyunk a egy völgyet látok és egy folyót messze alattam. Noval ugye a madárral jártunk itt, amikor madárra változtunk. Elvesztük ezt a cuccot, és most már szinte megvan mindenünk ahhoz, hogy összerakjuk a szerkezetet. Igen, ez a perui, hát ez az idegen Nazca vonalszerű figurának a szemében lévő barlang. Nézzük meg, hogy ez micsoda itt. Hú. Hát. Ez igen érdekes. Egy hely. Az az igazság, hogy... aha, az az egyiptomi piramisban vagyunk. Hát most már ezt is tudjuk. Ez egy jel arra, hogy anyivel Egyiptomba utazzunk. Szükség lesz itt ő rá is. Kairó, Egyiptom. $795. Egy élvezetes repülőúttal később. Nézzük a híreket. Idegen Cadillac űrhajó. Katasztrófát okoz a Bermuda háromszögben. Hát, hallottunk már ilyeneket. Aha, tehát van itt a Sphinx, és van itt ugye a piramis is. Az a baj, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy mit kell itt még csinálni. És Zack sem igazán tudja. Úgyhogy... egyelőre... menjünk vissza a Marson lévő barátainkhoz. Ugye itt van Melissa, van itt egy... oh! Van itt egy digitális audio kazetta? Az meg mi? Nincs rajta címke. Vegyük föl. Ez egy kazetta a rádióba? Aha. Ja, hát ez szólt ugye a rádióból. Tehát akkor nem is a rádióból szólt, hanem a kazettáról. Aha. Oké. Oké. Akkor a teendőnk most a következő. Szépen felvesszük a sisakunkat. Ja, majdnem felvesszük. Nézzük. 24 percre elég a levegő. Vessük csak föl. Oké, akkor most Leslie-t is nézzük meg. Neki meg egy órára elég. Hát ez hogy lehet? Lehet, hogy elfelejtettem az övét feltankolni. Felvette? Oké.
Egy órára elég az oxigén. Oké, akkor most szépen kimegyünk vissza a Mars arcához. Ugyanis fontos feladatunk van itt. Na. Ja, az ajtóhoz kell menni. Masszív ajtó. Ó, kinél van a létra? Az Leslie-nél maradt, úgy látszik. Hol van a létra? Á, itt hagytuk kint. Tehát szükségünk lesz a létrára. Ugyanis. Szóval azt kell itt csinálnunk, hogy ezt a gömböt, amikor megnyomjuk, akkor majd ilyen hangot fog kiadni, és nekünk ezt fel kell vennünk, mert ugye azt már korábban láttuk, hogy a harmadik. Micsoda? A harmadik ilyen oszlop az. Ó, nem veszi föl. Ó, írásvédett a kazetta. Aha. Aha. Világos. Világos. Erre lesz jó ez a... ez a kis ragasztó. Na. Micsoda? Add oda. El is szállnak. Tehát ezt a kis ragasztót kell használni, ugye? Oh. Aha, kiesett belőle a kazetta. Tehát ugye régen a kazettákon kellett ilyen kis matrix ragasztást rátenni, és akkor nem lehetett, illetve, vagyis hát akkor lehetett rámásolni. Hát szerintem pont nem így volt, de mindegy, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy most már el tudjuk indítani a felvételt. Felvesszük, és eközben Leslie használja ezt itt. Hú, nagyon jó tudsz! Ezek az régi idegenek nagyon jó zajokat tudták csinálni. Oké, visszaváltunk. Aha, és hallgassuk csak vissza, hogy tényleg sikerült a felvétel. Aha, bizony. A felébe visszacsukta. Erre nem számítottam. Oké. Szóval így most már minden ajtón végig tudunk menni. Leslie fog bemenni. Elsőként. Oh, sötét van. Gyújtsuk meg az ellenlámpát, és hát itt jön az a... az a baj, hogy ez egy nagy labirintus. Úgyhogy ezt most valószínűleg sokáig fog tartani felderíteni. Úgyhogy egy kicsit meggyorsítva végig megyünk rajta.
Ah! Szóval a visszavezető útot már sikerült megtalálni. Oké, azt hiszem, hogy ez a legnehezebb labirintus az egész játékban. De nagy nehezen csak sikerült. Ez úgy néz ki, mint az ősi föld egy térképe. De ugye pont ezt a térképet láttuk álmunkban, és ezt rajzoltuk le. Ez alapján közlekedünk most már ugye a... És nézd, itt van a Sphinx. Úgy néz ki, mint az egyiptomi Sphinx. Aha. És itt vannak ilyen furcsa jelek. Aha. Na hát. Ez azt jelenti, hogy... Ugye egyszer találtunk ilyen furcsa jeleket a Sphinxnek az egyik mancsán. És úgy néz ki, hogy akkor ez az. Ez az, amivel bejutunk majd oda. Oké, hát akkor ezt megjegyeztük. Egyelőre. Viszont ezzel még nem végeztünk, mert sajnos ebben a labirintusban még mást is kell keresnünk. Úgyhogy ott folytatjuk, hogyha nagy nehezen megtaláltam ezt a valamit. Ó, hát ez most véletlenül nagyon gyorsan sikerült. Tehát az a helyzet itt, hogy itt vannak mindenféle... hőmérséklet nagyon a hőmérséklet nagyon hideg, és a légnyomás veszélyesen alacsony. Ja igen, tehát ez a két mérőműszer van itt. És azt kell csinálni, hogy bekapcsoljuk ezeket a kapcsolókat. Ez egy atmoszféra generátor, pont olyan, mint az Emlékmás című filmben. A Marson egy kis atmoszférát csinálunk, hogy sisak nélkül is tudjunk mozgolódni. De persze ez csak a Mars arcra vonatkozik, tehát odakint ez nem fog segíteni nekünk. Aha, nézzük csak. A hőmérséklet egész jó, és a légnyomás kényelmes. Ez azt jelenti, hogy végre levehetjük a sisakunkat. És végre látjuk. Leslie-nek az arcát, de nem sokára Melissa-ét is láthatjuk. Oké, csak először, hogy jussunk ki ebből a labirintusból. Hát valahogy ez a kivezető út egy kicsit gyorsabban ment. Szóval... most már Melissa is leveheti... a sisakat.
Hát ő egy kicsit ilyen barnás hajú, Leslie pedig szőke. Menjünk tovább. A középső ajtóhoz. Ugye, ó, már itt is törött ez a valami. Tehát úgy tűnik, hogy ha az elsőnél nem vesszük föl ezt az ajtónyitó hangot, akkor nagyon-nagyon befüröttünk. De hát hál' Istennek erre emlékeztem még. Viszont most, hogy itt már van belélegezhető levegő, így már nem kell aggódni értük. Nyugodtan visszaválthatunk Zekre, hogy... Hát ugye a feladat most az, hogy a Sphinxnek a lábán lévő jeleket megcsináljuk, és akkor be is jutunk a Sphinxbe, és hát nem tudom, hogy ott mi lesz, de valami lesz. A legegyszerűbb módja, hogyha elmegyünk Seattle-be, aztán elmegyünk a reptérre, és onnan elrepülünk Egyiptomba. Ennyivel együtt, természetesen. Nézzük csak meg a híreket gyorsan. Jó, igen. Katasztrófa a Bermuda háromszögben. Hát irány San Francisco. Egy élvezetes repülőúttal később. San Franciscóból pedig már elrepülhetünk. Nem repülhetünk el? A fenébe. Akkor menjünk először Londonba, és onnan Egyiptomba. Egy újabb élvezetes repülőúttal később. Attól félek, hogy megint elhasználjuk a pénzünket. Még 7000 dollárunk van. Ez bőven elég. Azért Kairóba se olcsó a repülőjegy. Még egy élvezetes repülőút. És itt is volnánk. Ennivel együtt. Csak hogy most már ugye tudjuk, hogy a Sphinx... igen, itt vannak ezek a jelek. Most már tudjuk, hogyan kell... kiegészíteni. Ahhoz, hogy valami történjen. Ugye a jó öreg zsírkrétát fogjuk használni. Hogy is nézett ki valamilyen... Ilyen... egy propeller. Ilyesmi volt. Aha. Azt hiszem, ez volt az. Vagy nem. Ezt Annie-nek is látnia kell, azt hiszem. Titkos bejárat. Mi a manu? Azok, akik belépnek, vigyázzanak a Sphinx őre. Nem alszik túl mélyen. Ajaj. Ez nem jó jel. Azt hiszem, hogy legközelebb majd innen fogjuk folytatni. Szépen felderítjük ezt a labirintust. És azt hiszem, hogy a következő alkalommal már be is fejezzük ezt a játékot. Na de addig is elasztak.